Mindenkitől majd szeretnék kérni egy rövid bemutatkozást, egy pár szavasat, hogy pontosan mikor jött létre a közösségetek és mit csináltok. Janó? Kis Janó vagyok. Mi a tavalyi évben indítottuk el a párommal a saját zöldségközösségünket. A Dubösszörményben van 10 családunk, illetve 42 család van Debrecenben. Én közgazdász végzettség vagyok, tehát nem vagyok kertészmérnök. Én a magos vegyekológiai gazdaságban kezdtem el megismerkedni ezzel a rendszerrel, és hát mi ott ismerkedtünk meg, és jöttünk össze Annával. Az ő végzettsége kertészmérnök, tehát ő a hivatása is ez. 3 év után pedig úgy láttuk, hogy képesek vagyunk egy saját gazdaságnak is a megépítésére, és úgy határoztunk, hogy akkor Hajdúböszörményben vannak ilyen külterületi földek, azt kell tudni, hogy ott nagyon jó minőségű földek vannak, tehát ilyen 38-40 aranykoronás talajon tudunk gazdálkodni, és hát nagypapám már 87. életévébe lépett, és hát nem tudta azt a 3 hobbit, hogy ez 4500 négyzetméter, ami neki van, ezt már nem tudta művelni, és akkor úgy döntöttük, hogy átvesszük tőle, és hát ott kezdtünk el gazdálkodni. És hány átadópontotok van? 2 Hajdúböszörményben, helyben. Nekünk Kapóra jött a debreceni átadópont, ahol nagyobb felvevőpiac van. És hát otthon ugye a másik. Olimpa Iranna vagyok. Családilag gazdálkodunk Dunaszigeten, ez egy szigetközi kisfalu. Mi 2013-ban kezdtük, és 2015 óta ugyanazzal a mérettel dolgozunk. Ez egy 2,5 hektáros gazdaság, amiből 6000 négyzetméter az, ami a zöldségkertészet, alapvetően zöldségekkel foglalkozunk, illetve gyógynövényekkel. Az azt jelenti, hogy nagyságrendileg olyan 50 családot látunk el egész évben. Ennekünk Mosonmagyaróvár a fő átadási pontunk, illetve van a gazdaságban, Dunaszigeten is egy átadópont. Én Pető Áron vagyok, és Szigetmonostori Biokert a neve a gazdaságunknak. A gazdaság maga 2005 óta működik, és 2010-ben ismerkedtünk meg a TVE által elhozott francia gazdákkal. Jelenleg 80 egész család van nálunk, az körülbelül 120 ember, vagy hát 120 egység, vagy családegység. 6 átadópontunk van, Budapest 3. kerület a legtávolabbi tőlünk, és Szentendre, Pomáz, Dunakeszélye környéken elterülő helyekre szállítunk. Mi vagyunk, akik az utcán csináljuk ezt, de én pont, hogy szeretném ezt végigvinni, hogy ez legyen értelmezhető az önkormányzatoknak, vagy a köztereseknek, hogy mi mit csinálunk pontosan. Még nem tudják. És mi volt a motivációt, hogy belevág? A legnagyobb motiváció az volt, hogy ahhoz túl sokat termeltünk, hogy a kis piacon eladjuk, viszont ahhoz túl keveset, hogy mondjuk eladjuk egy felvásárlónak. Egy olyan piaci szegmens szerintem egy ilyen méretű gazdaság, ami a miénk, ami nem illik be a piaci viszonyok közé. Biopiacra jártam mindenhova, ahova lehetett, hogy eladjam a terményeket, de elég hektikus volt az egész. Akkor jókor jött ez az impulzus. Tehát egy jó megoldás volt. Nyilván nem rögtön volt ez megoldás, mert azért az elején még kellett piacra is járni, de aztán 1-2 éven belül ez teljesen leváltotta ezeket a egyéb értékesítési vonalakat. Maga a zöldségkertészet az egy ilyen alap volt, mert a férjem kertészmérnök, és ő gyerekkorától a szüleinek a családi gazdaságában nőtt bele, és ott dolgozott. És aztán, amikor mi összeházasodtunk, akkor kezdtünk el keresni egy olyan modellt, ami a mi személyiségünkhöz közelebb áll. Egyrészt a biotermesztés volt, másrészt pedig a méret, tehát szerettünk volna valami kisebb dolgot csinálni, meg közösségi emberek vagyunk mind a ketten, és ezért nekünk ez sokkal többet jelent, hogy családoknak adjuk oda a zöldségeket, akiket ismerünk, és adott esetben szeretünk. Ez nekünk fontos volt, szerettünk volna róla visszajelzést. Először az Őri Barna keresett meg, és beajánlott a Magos Vegy Ökológiai Gazdasághoz, Zolihoz és Judithoz, ott állnak éppen a fal mellett, és hozzájuk kerültem 2016 áprilisában, ahol megismerkedtem a közösségi mezőgazdálkodásnak a rendszerével, és ez rettentő szimpatikus volt számomra, hogy tulajdonképpen fix piaca van a zöldségeknek. És ez óriási szabadságot ad az embernek abban, hogy mit termeljen, hogyan termeljen, és olyan dolgokra tud fókuszálni, ami igazán fontos mondjuk egy kertésznek. Mind a gazdasági, mind pedig a közösségi oldalról mi a legnagyobb kihívás a közösségetek életében? A mi oldalunkról talán, ami kihívás, de úgy látom, hogy azért fejlődünk benne, hogy oldjuk meg, az a magánéletnek meg a munkának a valamilyen szintű szétválasztása, amit nyilván nem lehet szétválasztani, mert hogy ez egy életmód. Mi konkrétan ott lakunk a gazdaság közepén, tehát nem is tudunk hazamenni.
A közösségépítés szempontjából még sokat kell beletenni, nyilván nekünk is, meg a tagoknak is. Ezt nagyon nehéz szezonban csinálni. Hogy sokszor nehezebb segítséget kérni, mint megcsinálni. Ez mondjuk egy kihívás, hogy rövid távon egyszerűbb megcsinálni valamit, hosszú távon meg jobb lenne segítséget kérni. Nagyon hasonlóak a problémáink, úgy érzem. Nálunk is a tagoknak a bevonása az idei évben például, hát szerettünk volna ilyen úgynevezett pontfelelősöket, tehát akik aktívan az átadást úgy levezetik, mert hát láttuk a francia mintánál, hogy ott még a tagoknak a beléptetését is egy másik tag intézte, tehát hogy nagyon, nagyon kedvezőnek látszott így, és hát nagyon jó működött, de attól függetlenül még mindig mi is abba látjuk a kihívást, hogy lehet aktívabbá tenni. Nyilván mindenkit nem lehet, mert van, akinek úgy van az élete, vagy egyáltalán nem egy olyan nagyon közösségi ember, de hogy aki amúgy tényleg aktív lenne, és látszik rajta, hogy szeretne aktivizálódni, őt is nekünk kéne valahogy ebbe bevonni. Nálam van egy ilyen megfelelési kényszer a tagok felé, hogy elégedettek legyenek. Számunkra az is kihívás, hogy változatosan, jól időzítve teremjenek a zöldségeink, mindig legyen valami új. Ennek a megtervezése is azért kihívás. Ez ugye télen zajlik ez a tervezés, hát, és ugye 35-40 féle zöldséggel dolgozunk, ugye mi is vegyszermentesen gazdálkodunk, és hogy ennek az egésznek a megtervezése azért egy kihívás. Ebben a megtervezésben sikerült bevonni a közösségnek a tagjait, a visszajelzéseiket? Abszolút, mi tavaly évvégén tartottuk az évértékelő beszélgetésünket, és akkor az ottani visszajelzések alapján az idejében már módosítottuk a vetéstervet. Megkérdeztük őket, volt ilyen kártyás játék is, ami alapján kategorizálták, hogy akkor melyik zöldséget mennyire szerették. Aki nem tudott eljönni a személyesen erre a találkozóra, akkor kérdőívet küldtünk ki neki. Tavaly nem szerveztünk önkéntes alkalmakat, tehát ez azért volt, mert hát ez egy zöldmezős beruházás volt, tehát mindent ki kellett építenünk, és nem volt rá kapacitásunk, viszont az idejében szeretnénk dedikált időt adni arra, hogy el tudjanak jönni önkénteskedni, de igény az van rá a közösség részéről. Tavaly évben olyan 8-9 fő volt az, aki nagyon bátorító, lelkes volt. Reméljük, hogy az idén is ennyi lesz, és akkor 5 év alatt összejön az a 40-50 fő, akit szeretnénk.